előskedveim, üdvözlök mindenkit. Előttem elhangzott előadások nagyon precízen foglalták össze Otto taxonómiai, faunisztikai, muzeológiai, egyéb szakmai tevékenységét. Az én előadásom nem ilyen lesz. Ugrálva az időben, illetve térben próbálok egy-két olyan élményt, egy emléket elmesélni nektek, ami annyira meghatározó volt, hogy úgy érzem, hogy mindenképp kikívánkozik belőlem. Nehéz megkerülni a témát, hogy hogy kerültem kapcsolatban a múzeum, illetve Ottóval. Eléggé a mélyvízbe ugrottam bele 2007-ben, amikor az akkori munkahelyemen egy léta tetején állva telefonhívást kaptam, nem másik, mint Bert Ottótól, hogy akkor nyáron menjek vele Nicaraguába kobarászni. Nem volt kérdés, erre csak igen, el lehetett válaszolni. Előtte én már pár éve keresztül önkéntesként bejárogattam a hógárgyűjteménybe, illetve hordtam Ottó nyakára a különböző kertben és erdőszéleken fogott általam meghatározhatatlan bogarakat, amiket ő nagy gonddal mikroszkóp alá téve felsorolta nekem a neveiket. Ez úgy nézett ki, hogy akkor egy vezetékes telefonon én felhívtam Ottót, kérdeztem, hogy mikor mehetek be, mondta, hogy hát jó, gyere be holnap 9-re. És akkor én ott voltam, álltam egy jegyzetfüzettel, ő diktálta a latin neveket, én pedig borzasztó helyesírással megpróbáltam ezeket leírni magamnak. Így szép lassan megismertem a ház körül előforduló, vagy a kertben gyakori bogárfajokat. És az előzmény vezetett oda, hogy 2007-ben, amikor lehetősége volt ilyen útra, akkor valamilyen engem hívott föl, hogy van-e kedvem elmenni. Hát persze, hogy volt. Ki az, aki erre nemet mondott volna? Itt bizony belecsaptunk tényleg a sűrűjébe, egy trópusi gyűjtés, ami erről nyilván sokat mesélt már itt Ottó, hiszen erről a gyűjtőútról részletes előadást is tartott, de azért pár szóban elmesélném, hogy egy trópusi gyűjtés eléggé más, mint amikor itthon az ember fülhálózik egy farszokra erdőbe, vagy kiül lámpázni a kert végébe. Iszonyatos rovarbőség, de inkább a fajszám, ami erős, nem az egyedszám. És hát egy kétségbeesett futás a keresés a virágzó növények felé, vagy az elhalt fajnak felé, de valójában egy ilyen nagyzöld salátát lát az ember, amiről elég nehéz összegyűjteni ezt a pár érdekes bogárfajta, ami ott oda ment. Így ízelítőt kaptam abból, hogy hát nem lehet elég precízen eltenni a bogáranyagot. Pillanatok alatt több liternyi állat gyűlt össze ezekben a mikrós edényekben, meg filmes fiolákban, amik komoly programot adtak minden napra nekünk, hiszen a trópusi időjárás miatt vigyázni kellett, hogy ezek az állatok ne benészedjenek meg, a cédulák ne oldódjanak fel az állatokból kifolyó nedvekben, ezért napi szinten többször ezt át kellett csomagolni, és ugye ahogy telt az idő ezen a kéthetes úton, ott egyre csak gyűlt ez a több liternyi anyag. És hát a másik nagy feladat volt nem csak ennek a tárolása, illetve a hazaiktatása, amiből tényleg minden percben tanultam valamit, hogy az ember mérire, cédulára mérje azt, amit ír, hogy teszi el, hogy válogatja egyebek. A másik nagy feladat volt eldönteni, hogy mi az, amit egyáltalán hazahozunk, ami érdemes arra, hogy gyűjteménybe kerüljön. A bal alsó képen látszik egy vödör csapda fél éjszaka alatt gyűjtött cserebogár mennyisége, egy 10 literes vödör fanyacsúrig lett, de szerencsére elromlott a neon, úgyhogy tovább nem gyűjtött, áll az égnek. Ja, említettem, Bálint Norbit, a kollégával válogatnak a képen. Kedves látogatóink, tájékoztatjuk Önöket, hogy múzeum 10 perc múlva bezárt. Ezért kérjük Önöket, hagyják el kiállító tereinket. Köszönjük a látogatást, viszontlátásra! Most ilyetek? Tehát ott látszik, hogy... Látszik, ami látszik. Rengeteg cserebogár és mellé egy tálcára kell kiválogatni azt, ami tényleg érdemes arra, hogy hazacipeljük, ugye, hiszen a fogyászok súlyhatára véges, amit a tepőről föl lehet. Nagyjából úgy néztek ki itt a napjaink, hogy reggel az előző este gyűjtött anyag átválogatása, elcsomagolása, a korábban gyűjtött anyag tartósítása, majd rövid séta ezeken az ösvényeken, amiket nem úgy kellett elképzelni, hogy itt 20 kilométereket tudtunk sétálni, mint amikor az ember elmegy a Börzsönybe és egész nap megy és különböző élőhelyeken jár, hanem egészen rövid, alig járható kis ösvényeken lehetett az anyanézetre gyűjteni mindenféle bogarakat. Szóval ez volt az első nagy tanulság nekem, hogy egyáltalán hogy néz egy komoly bogarászat. Ezelőtt az ember annyit csinált, mint ahogy nyilván sokan így kezdték, hogy kiment a természetbe, befektetésbe beledobált néhány bogarat, és örült meg, hogy fogott aznak 15 fajt, és soha nem láttam még őket. Ehhez képest ez a több liternyi vödörnyi anyag merőben más volt. Próbáltam valahogy kategorizálni a mondandómat, elég nehéz volt, de mégis, hogyha muszáj lenne, akkor egy meghatározó témakör
volt, vagy még mindig is a számomra, a szezonon kívüli bogarászat. Ami nagyjából azt jelenti, hogy amikor oda kerültem a múzeumba 2008-ban, akkor a szezon alatti gyűjtések nem is voltak annyira meghatározóak, inkább a kora ősztől kora tavaszig tartó ilyen lecsökkent, lelassult, alaposabb gyűjtések, amik meghatározóak voltak számomra. Ilyenkor gyakran kerestük föl viszonylag közeli területeket Ottóval, vagy akár más rovargyűjtőkkel, és itt volt idő kicsit elmélyülni, kevesebb fajt összegyűjteni, de azokat jól megnézni, meghatározni, megbeszélni, direkt keresni. És vagy ezek azok az alapvető élmények az első években, amik során megjegyeztem azt a sok mindent, amit Ottó próbált így átadni a terepen, illetve benne a gyűjteménybe később a határozásra. Ez a képpár a Gödöllői Dombságban készült, nagyjából ugyanonnan, talán jól mutatja, hogy mennyivel másak, hogyha két rovarász őrült módjára gyűjt az aljanézetről, illetve hogyha télen, amikor madárdal sem hallatszik, akkor próbálunk majd bogarakat keresni. Ugye a téli bogarászat nagyjából úgy nézett ki, hogy miután megittunk egy pohár forró teát, akkor belevetettük magunkat a barna ötven árnyalatába pompázó erdőbe, illetve a jellegtelen ködös tájba, és kerestük minél inkább a nagy tömegű voltfákat, amiben ilyenkor viszonylag könnyen lehet találni ott jellemző bogárfajokat. Valamilyen megmagyarázhat a dologból, már akkor betegesen vonzottunk a voltában előforduló fajokhoz. A Ottónak nem feltétlenül ez volt szerintem a szíve csücske, de hát télen más nem nagyon lehetett csinálni, hogy a fagyoktól nem lehet keresgélni, tövényzet nincs. Ilyenkor le kell tépni nagy fáknak a kérgét, szétverni olyan tuskókat, és akkor találkozhatunk olyan gyászbogár fajokkal, amiket én azelőtt csak a fauna füzetek ábrái alapján ismertem. Ezek nem túl ritka fajok, mind imágó alakba telel, de számos olyan van köztük, amit Ottóval először láttam. Előtte csak gyűjteményi száraz példányok alapján képzeltem, hogy hogy néz ki. Aztán, ahogy beindult a múzeumi pályafutásom, egyre gyakrabban fordult elő, hogy hétvégén is együtt mentünk ide-oda gyűjteni. Én akkor betegesen próbáltam minél több időt az erdőbe tölteni, akár még hétköznap, és ugye rövid téli napokon ez nehézségekbe ütközött. Viszont néha sikerült még elrúgnunk akár munkaidőbe is terepi gyűjtésre. Például ilyen alkalom volt ez a 2008-as egyik nagyon kedves emlék, amikor a fekete kabátban a táborban ébredő Somai Laci jelzett, hogy hát bizony a sárkánybogarat fog nem is keveset, illetve nem is olyan nehéz módon egy Paks közeli telepített fenyvesben. És hát a sárkánybogarról azt kell tudni, hogy mindenki látta, a nagy, látványos, szép, fényes, ritka, hát mi más kell a bogarásznak. Így fogtuk magunkat, és Fotán Attilával, illetve be van tarankával, autóba pattanva, Laci kedves megkívására elmentünk ide, és jól megfogtuk ezt a sárkánybogarat, ami egy életre szóló élmény volt, hiszen előtte egy-két szopat példányt láttam gyűjteményi dobozokban, talán Sopronból, jól emlékszem. Aztán hosszú telek után az első korai koratavaszi napsütés az kicsalogatta a bogarászokat. Itt például az Értesbe kalandoztunk el, már viszonylag jobb idő volt, nem is annyira téli gyűjtés. Attila cimborám büszkén mutatja azt a fadarabot, amit Otto túrt ki egy faodúból, ami egy tövisnyakú bogárnak a lárváját tartalmazza. Ezekről a tövisnyakú bogarakról annyit érdemes talán tudni, hogy egy 200 faj van itthon körülbelül, és egyik ritkább, mint a másik, nagyon rövid ideig élnek, nagyon rejtett életmódot folytatnak. És hát a több száz éves gyűjteményi anyag az mindössze két dobozban elfér. Hát és mit ad Isten, minden faj korának végén, az utolsó példányok alatt Otto neve díszelget, már akkor is, amikor oda kerültem, szinte kivételnek minden fajra találkozott. És hát a közös utak során lehetőségem volt végre nekem is ezekkel az állatokkal a valóságban, a természetben találkozni, akár így, hogy hazavitt lárvákat kinevelve, végre láttam én is egy ilyen nagyon feltűnő, 2 milliméteres fekete jellegtelen bogarat. Egy Gödöllői Dombságba készült fotó, Soltész Zoli fényképezi, ahogy a középen Szilási Valentin természetvédelmi őr kirostálja a hatörében összegyűlt avar, miközben Otto egy désűvel megszüntet egy élőhelyet, ott egy ilyen száraz környéken. Ugye a borászat, vannak fenntartások azzal kapcsolatban, ahhoz, hogy megtudjuk, hogy ez az állat előfordul ott, ahol sejtjük, ahhoz azért gyakran be kell avatkoznunk. És hát egy ilyen rostálásnak az eredménye például itt a jobb oldali képen látható bogártömeg, ami rendkívül sok, 1,5 milliméteres barna, fekete, világos barna és ilyen színekben pompázó, rendkívül érdekes bogarakat rejt. Ezeket általában úgy hívtuk, hogy Otto bogarak. Ez mondjuk
10 család, elnézéssel, hazai specialistája 1-2-nek van talán, illetve inkább gyűjtője, mondhatjuk. Viszont ottóhoz bármelyiket oda lehetett vinni. Tudta, hogy hol kell keresni, hogy 3 faj jött számításba. És hát ami számomra rendkívül szimpatikus volt az első perctől kezdve, és hogy nem tett különbséget nagy, látványos, népszerű, védett és csodálatos cincérek és 2 mm-es műanyag gyászbogarak, bocsánat, gyászbogarak még rossz példa volt, benézbogarak között mondjuk, mert pont annyira érdekelt, hogy mi az, mit kell róla tudni, milyen a vonatkozása az egy faunában. Úgyhogy valahogy ezt úgy érzem átragadt rám egy kicsit, mindig is érdekeltek ezek a jellegtelen, teljesen érdektelen apróbogarak, és hát télen rengeteg ilyet lehetett gyűjteni. Aztán ugyanilyen csoport volt a battanóbogarak, ami egy gazda nélküli család volt a gyűjteményben, egy ilyen kicsit viszonylag rendben tartott hazai gyűjtemény résszel, és egy teljesen kaotikus, paleolitikus gyűjtemény résszel bírtak. Ijesztően hasonlóak voltak, nem jelent meg róluk fognak tüzet, egy-két semmilyen nyelven nem beszélő külföldi specialistájuk létezett korábban, és hát tisztán emlékszem rá, hogy egy pár évvel oda kerülésem után ott odajött, és akkor mondta, hogy hát, hogy ezeket a battanabogarakat, ezeket nézd már meg. És akkor ez volt az a kedvő rugás, ami azt mondta, hogy akkor megnézem őket, és észreveszem a teljesen jelentelen 9 centis barna agrioteszek és barna atmószok közti különbséget, és hát valahol így indult az én battanabogarászatom is, áll neki. Ezek amúgy talán a leglátványosabb hazai fajok, ezek ambelusszok, amiket télen is lehet találni, tehát a bogarász augusztustól áprilisi keresheti ezeket a imágolakban telelő fajokat, akkor is van, mit csinál, le lehet hideget téli napokon is. Hát, ha még egy témakört kéne választanom a közös emlékekkel kapcsolatban, akkor az mindenképp arról szólna, hogy az én fejemben Otto elsősorban egy ilyen gyepi bogarász, vagy egy ilyen réti hálózóként él. Hát valahogy úgy érzem, hogy homokpusztákon, illetve lőzgyepeken érezte magát igazán elemébe. Tehát ha becsukom a szem, arra gondolok, hogy így megy le a nap, egy dús vegetáció lőzgyepen, és az Otto megy bele a naplementébe egy nagy hálóval csapkod össze-vissza. Ugyanez homokgyepeken kora tavasszal. Az erdőket is nagyon szerette, de valamiért ez volt a benyomásom, hogy mindig is ezek iránt volt egy ilyen beteges vonzalma, ami lehetőséget adott nekem nagyon sokszor arra is, hogy elkísérjem a különböző olyan projektjére, amik ilyen területeken zajlottak, például a Kiskunságban, vagy akár Örkényre, a Tatás-Szentgyörgyi katonai területekre, ahol fantasztikus bogárfauna van, és hát otthon nagy élvezettel kutatta ezeket a fajokat. Egyébként ez egy beállított fotó, mert 2012-ben volt egy tőzsérdei bogarászati felmérés, nem csak bogarászati múzeumi felmérés, ahol ott alvós bogarászat után hazafelé úgy döntöttünk, hogy nem volt elég a rovarokból, hogy álljunk meg a Kiskunságból is egy kicsit, és szerencsére nem csak a bogárgyűjtés volt a cél, hanem Otto megkért, hogy készítsek róla egy komoly portfóliót valamilyen újságcikkhez, ahol megfelelőt mutatni, hogy bogarászik a bogarász. Úgyhogy egy nagyon komoly képanyagom van arról, hogy jobb kezében háló, bal kezében táska, fordítva, sapkába, sapka nélkül. Végül talán ez lett kiválasztva jól a részem erre a célra. Egyébként nagyon sok olyan fajjal vele találkoztam először, amiket tényleg az ember csak képről ismer, ez a homokigyalogcincér, egy védett fajunk, vagy egy tipikusan homokigyepen előforduló ólyakhúzó faj, ami gyártelepkára rajzik, ez a megkés ólyakhúzó. Itt van megint 4 nagyon érdekes vattanbogár. Az a közös bennük, hogy ugyanolyan jellegtelen mindegyik, viszont cserébe koratavasszal élnek, rajzanak homokos élőhelyeken. Ők is tipikus példája annak, hogy amikor kiúsznak vattanbogaros dobozokat, akkor az Otto nevével feliratkozott példányok voltak az utolsók mindegyik fajnál, és mindegyik egy másik adattal bírt. És hát hatalmas élmény volt utána elkísérni ott ezekre a helyekre, és saját kézzel is megfogni ezeket, és megérteni, hogy ezek miben különböznek egymástól, és beszúrni abba a dobozba, amiben előttem ő gyűjthetett, és ő helyezhette ott ezeket a ritka példányokat, ritka fajokat. Érdekes állatok egyébként, mert március végre gyakorlatilag lerajzanak, tehát amikor a rovarászok csak bontogatják a hálóit a tavasszal, általában addigra ezek már nincsenek. Ha említettem, hogy hálózás, ugye hát nem csak a fülhálózás létezett, hanem ahogy az előző előadásban Csaba is mutatta, vagy valami emlékszem, az autós hálózás egy olyan gyűjtő módszere volt Ottónak, amit elsőként az országban, és sokáig csak egyedül művelt. Itt egy davasi csendélet látható, ahol Rakvé Nikola a térdárnyékában fényképez valamit,
Magó Cségerből jól emlékszem, ő joghurtot fogyaszt, és ott pedig az elborult csavaranyát keresni, amivel ő fel tudja rögzíteni ugye a tetőcsomagtal, ezt a hatalmas sűrűszövési anyagból készült hát ilyen hálót. Ugye mindenki tudja, mire emlékeztet, amikor 40-nel szágoldozik a naplementében, és lobog mögötte ez a szörnyeteg, amiből ugye összegyűlnek az alapnyatka rajzó apró rovarok, zömmel legyek, illetve mindenféle olyanállat, ami senkit nem érdekel, de szerencsére a bogarak azok az alján ott maradnak, és azok nem sérülnek meg, úgyhogy azokból ki lehet válogatni a rengeteg faunáról, hogy jobbnál jobb, érdekesebb, és nagyon ritkán előkerülő faj. Nem csak homok gyepeken érezte magát elemében, mert lőzgyepeken is, például szintén Soltész Zolival vizsgálnak valamilyen állati ürülékből előmászó trágyabogarakat. Nem az a két faj mászott elő, akik ott vannak, ugye a magyar virágbogár, illetve a pompás nőnők, ezek védett tipikus lőzgyepeken, az összes területeken előforduló koratavaszi vagy nyár elejű fajok. Ez a péceli kirándulás is például olyan volt, amikor a munkát korábban félbehagyva vagy befejezve ki tudtunk lógni egy ilyen rövid délutánra, mert éppen jó idő volt, és egyszerűen menni kellett. Aztán volt egy ilyen 2016-os hirtelen, szintén kiszökés talán, megkockáztatni munkaidőben, nagyon elítélendő módon elmentünk bogarászni. Itt egy nagyon kedves természetvédelmi őr invitált minket, hiszen felfedezte Torna megyében az országszerte elég ritka atracélcincérnek egy új populációját, és hát olyan nincs, hogy a megkottó ezt nem nézi meg. Úgyhogy jól elmentünk és megnéztük, illetve szóló élményén azóta se láttam egyébként ezt a fajt, nem járok ilyen helyekre, úgyhogy mindenképpen megértem. Volt például egy kerecsendi felmérés is sokszor, talán győző előadásában volt egy kép, mint a kerecsednek készült volna az a fekete-fehér fotó, ahol ketten trapéznadrágban két jó képű fiatal ember egy fádban, ugye? Itt egy kicsivel később ott szintén egy csávos csípőmozgással szállítja a talajcsapda alkatrészeket, és réved a távolból, hogy hol lehetne ezeket a csapdákat a legjobban elhelyezni. Továbbá ezt a kutyatejcincért is együtt fogtuk, hogy legyen egy kép a bal oldalon. És hát akármennyire is gyepek, illetve rétek irányába indultunk, nem muszáj visszakanyarodnunk az erdő felé, mert hát azért ott is van mit keresni. Itt a baloldali képen több ellentmondás van, hogy egy természetvédelmi őr mérészik a borkalevet, illetve hogy Kovács Tibi pólóban van ott téli kabátban. Ez egy októberi kép. Mi nagyon vártuk ezt, hogy kocintassunk a gyűjtés örömére. Ottó tekintetében inkább azt látom, hogy legyünk túl rajta, aztán menjünk bogarászni. És milyen jól tette, mert még első csomagolt a Tibi azokat a vizes poharakat, amivel vizet iszunk. Ottó már lekopogtatott néhány ilyen szőrös átmomorkát a mögöttünk lévő gombás kölgyfáról, ha jól emlékszem, amiről nyilván azt kell tudni, hogy egy borzasztó ritkaság, senki soha nem fogta, csak előtte a Tibi egy fél döglöttet, meg talán én egy fél élőt. Ezek mind amúgy téli bogák vagyok, ezek az átmomorkák, három faj van ennek a genusznak itt, igen, ennek a genusznak, és mindegyik télen gombákon fordul elő, illetve korai ősszel esetleg, vagy korai tavasszal is. Hatalmas mázli volt, és ott rögtön ötöt kopogtatott. Akkor elhangzik általában, amikor valami ilyen fogódik a totoszájában, hogy ah! És akkor tudja az ember, hogy itt valami történt, meg kell nézni, és akkor nyilván föltolódik a szemüveg, közelre hajolódik, és akkor látjuk, hogy ezek bizony szőrös álkomorkák, ami hát az országban legalább három ember olyan izgalommal töltött el, mint minket akkor ott. A négyet, mert hogy a Dezsőnek így biztos tetszett volna, ott lett volna, úgyhogy körülbelül ennyien ismerik ezt a fajt, de most már többen is tudják, hogy mi ez. Itt egy jelentősen jobb ivararányú gyűjtőút, kedvező. Az alahalákat több éven át járkáltam, mivel egy korábbi, szóval egy amatőr rovarász évtizedekkel ezelőtt fogott itt egy nagyon ritka fajt, és szerettem volna megtalálni ezt az élőjét, meg is találtam, remekül gyűjtöttem, és gondoltam, hogy hát ezt mutassuk már meg az Ottónak is, úgyhogy több se kellett, egy hétre rá, fölnyalágoltuk a Jókütelmesség Múzeumból, illetve a jelenlegi feleségemet Petra, és együtt elvonultunk erre az alállati gyűjtőhelyre, ahol fantasztikus ritkaságokat találtunk, egy igazi örömgyűjtés volt, például a szarvas gyászbogár, ami talán azóta lett védett, tehát mint a régebben nem is lett volna, az Ottónak köszönhetően, ha jól emlékszem, illetve ezt a törés nyakú bogarat, ami egy szenzációs ritkaság, Európa szerte ritka, itt meg egyszerűen térdig járt benne az ember. Ottó éppen a főszíncért és a szarvas bogarat mutatja a lányoknak, hogy nézzék meg jól szemükkel. Jártunk fáslegelőkön is, Ottó már akkor fáslegelőkön bogarászott, amikor itthon még
hazai amatőr lovarászoknak nem ütött be ez a fásleg előmánia, ami, ami így a 2009 körül elég népszerű volt, tehát a nagy fákhoz köthető bogárfajok miatt egyre több ilyen fáslegelő bogarászati értéke értékelődött fel, mindegy. A lényeg az, hogy ez egy nagyon kedves történet, itt szintén Kotán Attila és Bálint Norbi volt a kutitársunk. Az volt a terv, hogy ezen a Győrmoson Sopron megy egy fáslegelőn töltjük az éjszakát, miután jól megbogarásztuk azt a alkonyakkor, de hát a környéken legelőször tehén csapatból kiváltik, ha nem így gondolta ezt. Még gyakorlatilag a szemem előtt látom, amikor közeledtünk ezekhez a fákhoz, és volt egy gyanús tehén, amiről kiderült, hogy nem tehén, aki eleinte csak toporzék volt a patájával, utána kicsit öklelgette a földet, elindult felénk is, eleinte csak lépkedett, majd kocogott, majd futott. És hát ez egy olyan folyamat volt, aminek hát egyrészt nem tudtuk mire lépni, de most komoly, vagy mi történik, de közben szerencsére Ottót hívta Bogi lánya. Nem, én. Bocsánat. Igen? Bocsánat. Igen. Ha jól emlékszem, érettségizés. Nem, ilyen vizsgai időszak volt. És büszkén megszámoltál róla, hogy, igen. Hogy milyen jó eredményeket értél el. És ott erre valami olyasmit mondhatott, hogy... Mindjárt most kerget egy bika. Igen, akkor le kell rakni a telefont, és egy rajzfilm beírva jelenetté négy elmest. Ez egy mindennapi dolog. Mondjuk bika szerintem olyan gyakran nem kergette, de feletült. Lényeg az, hogy igen, ez dénes volt. Hát itt egy átatolhatatlan galagonyért a kökény bozótba ugrottunk be, Libasorban égen, úgyhogy Kotán Attila egy két méter után felakadt egy ilyen madár ijesztőszerű pozícióba, mi hárman ráestünk, és a Mika pedig ugye lefékezett a bozót előtt, és onnan mondta, hogy vissza a gyertek, úgyhogy a Mikáról nincs képem, úgyhogy egy csőszcincér képet tudtam ide berakni helyette, ami sárvára érkezett aznap este fénye. Én nagyon nagy szerencs, hogy akkor még voltak legelő állatok, mert ugye a fás legelőket azt tartja életben, hogy valójában valóban folyik még a legeltetés. Például ezen a helyen most már nem annyira van, ezért oda se lehet menni, akkor van a fákhoz, ami akkor elemlít a bozó. Egy újabb ilyen társasági jelenet, ami egy nagyon hosszú évtizeden át ívelő történet. 2010 előtt a bal oldalon látható Fes cseh fiatalember szintén is vendégként érkezett a gyűjteménybe, akkor még egy hát egy tojáshégy hatáta fenekényviselő diákként jutott el ebbe a hatalmas gyűjteménybe, és annyira tetszett neki itt a hazai rovarász élet, hogy mindenképp szeretett volna tavasszal visszajönni, terepi tapasztalatokat is szerezni. A bejött egy cimborájával, nálam aludtak, elhúztuk őket két-három helyre, Otto is csatlakozott természetesen, de ő itt minket nyilván, és egy jót bogaráztunk. Na most Robin Gundráta, egy most már mondhatom régi cimborám és kollégám, rengeteg közös cikkünk van, nagyon jó az együttműködés köztünk. És ő neki annyira meghatározó élmény volt ez a budapesti látogatás, hogy számtanszor elmondta, hogy életében először volt egy igazi kurátor, aki tényleg jó szándékkal, segítőkészen körbevezette egy óriási gyűjteménybe, hogy egyszerűen az ott altás alatt van annak, hogy itt milyen élmények érték. És ez olyannyira, annak ellenére, hogy azóta járt párszor Budapesten, de nyilván ottól kevesebbet kommunikáltunk vele, mert közös szakterületünk lett utána, de ez odáig fajult, hogy most egy beírás, illetve leadás alatt van egy ajka környékéről megtalált fosszilis pattanóbogár leírása, leadás alatt van. Amit természetesen ottól fogunk elnevezni, van egy ilyen kevenyészet élőhely rekonstrukció is róla. És hát talán az utolsó témakör lehet, hogyha mondhatok ilyet, ezt akkor én nem sejtettem, hogy gyakorlatilag ez lesz az utolsó nagyobb közös utunk. Ugye a múzeumi kollégák évtizedek óta járják gyakorlatilag Albániát, és jobban ismerik már, mint az Észak-Közép-hegységet, és hát ott még nem volt ezeken a albániai, egyetlen montenegói helyeken ilyen hosszabb gyűjtőúton, ha jól tudom, remélem. Ezért meg kialakult a gondolat, hogy hát menjünk el együtt egy ilyenre, úgyhogy be is ugrottunk a szétesés határa lévő múzeumi terepjáról, a Szénási Valentin, mert a mögöttünk még három kedves rovarász kollega is jött velünk, Kukács Imár, Horváth Dávid és Szelencei Béla. És két autóval konvojba, gyakorlatilag az egyhetes útból hat napot autóba töltve bejártuk az egész az országot, tehát a Montenegro környékét is. Nagyon klassz helyekre jutottunk el, nekem mindig nagy élmény az, hogy reggel még az ember 1200 méteren ébre téli kabátba, fagyott bogarakat kopogtat, aztán délutára leér a tengerpartra, ahol egy évszakkal később van.
Nem volt olyan erős bogáranyag, kicsit korán érkeztünk, de arra a precizitásról, ami az anyagtárolást, illetve a jövőbe gondolkodást hivatott mutatni, abból itt is ízelítőt kaptunk. Ugyanolyan gondolat pakolt el azoktól, látszol a közönségesnek gondolt fajokat is, mert már akkor tudta, hogy neki írt amúgy egy ember egy héttel ezelőtt, hogy egy bizonyos fajból, Albániából szeretne pont DNS mintára gyűjteni, ezért pontosan tudta, hogy minden okkal történik, minden bogarat elteszünk, mindegyik jó helyre kerül, amelyik nem most, ahogy az előttem szólók is mondták, az majd talán 10 év múlva kerül a megfelelő helyre. Itt egy ilyen reggeli csendélet látható, ahogy ilyen tegnap este gyűjtött rostátumot válogatnak a fiúk. Otto, mint egy jóságos tudósként teával kezében fajra határozza a bogarakat 1 méterre. És hát egy apró érdekesség talán, hogy nem véletlenül mentünk a Lograhágóhoz, ahol egy gyalogpatlanú fajnak a jövendőbeli típus példányait kerestük, amik meg is lettek, úgyhogy ezek a tudományra új fajnak a példányait együtt gyűjtöttük gyakorlatilag ezen az úton. De hát nem csak egy vidék volt, hanem például az albán-montenegrói határon elterülő Spodra-tavat is meglátogattuk, ahol Otto lemosta az útporát, ez a 2 pixel az mind az Otto. Nem volt nagy pancsolás, senki ne gondolna arra, hogy itt a drága gyűjtőidőt ilyesmivel pazaroltuk, mert még meg se száradt a haja, már a fülálló kezében volt, hogy ilyen nálunk kísérő pattanokat, illetve ilyen soha nem látott vízbogárfajokat tudjunk gyűjteni. Nem csak égbogarak élnek Albániában, de gondoltam, hogy legyen egy ilyen tabló. Ezek ritkább, gyakoribb fajok. Jelentős részével az út részvevői ott találkoztak először, tehát mindenképp hatalmas élmény volt mindenkinek ilyen fajokat megfogni. Például ez a Darbogárban, a felső sarokban egy-két prehisztorikus példány van a gyűjteményben, hogy volt ez idáig. Most meg jól benyaltunk belőle Albániában. Sokáig keresgéltem, hogy ez az utolsó fotó, amit akár közös programon vagy együtt készítettem. Hát, hogy az ember nem úgy megy be a munkájára, hogy fényképezi a főnökét, mert valahogy nem gondol arra, hogy miért kéne. 2020-as januári bogárkarácsony képét találtam meg, ami ott is szerepel, illetve hát sokan közülünk. Hát a következő években már valószínűleg nem ilyenek lesznek a bogárkarácsonyok, de nagyon remélem, hogy az ő emlékére ezt a jó szokást fenntartjuk, és úgy fogunk itt összegyűlni, hogy akár rá is emlékezzünk ezek után. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen az előadást! Kérdés esetleg volt nekem. Senki nem lesz. Annyit szeretnék mondani, hogy én 32 éve járok folyamatosan a rovartani ülésekre, rengeteg előadást hallgattam meg, de hát, hogy mondjam, nagyon kevés, ami úgy igazán megmaradt, vagy valami megmaradt ezekből az előadásokból, és ez a 2007-es nikaraguai út, amiről itt az elején szó volt, ez megmaradt, mégpedig egy mondat révén, fénycsapdával, vagy lepedőnél fogták a bogarakat, ha jól emlékszem, de javíts ki, és akkor jött ez a hatalmas bogár, ez az elefánt bogár, és akkor azt mondta Otto, hogy és az olyan volt, mintha bokán rúgtak volna, amikor nekem jött, azt mondja, olyan erős volt, olyan fájdalmat érzett. Na most elefánt bogarat én még életemben nem láttam, de bokán már rúgtak, úgyhogy a kettőt nagyon jól össze tudtam rakni. Hát nagyon szépen köszönöm a jelenlétet, azt hiszem, hogy sikerült méltó módon Ottóról, munkásságáról, magáról az emberről megemlékeznünk, és mint itt elhangzott az elején, ezután mindig a rovartani ülések itt lesznek ebben a teremben. A továbbiakban tehát felhívom a figyelmet a szavazásra, és aki akkor maradjon a zsíros kenyér partira, amikor tovább beszélgethetünk. Köszönöm szépen!